Én azt gondolom, hogy a mai ember is tud közösséget alkotni. Ez a fenntarthatatlan világ belénk szocializál valami olyat, amivel nem, hogy közösséget lehet létrehozni, hanem egy hatalmas emberi katyvaszt lehet létrehozni. Olyan történeteket hallgatunk, hogy már nekünk is ketté állt a fülünk, amikor a konfliktus úgy elmérgesedik, hogy a másik elviszi a bejárati ajtaját az illetőnek az erdőbe, hogy ne találja meg. Sok-sok sérülést összeszedünk. Ezek sorskönyvi bejegyzések, olyan lelki kódok, amelyek, ha belépünk egy közösségbe, meghatározza, hogy hogy viselkedünk. Mond valaki valamit, és akkor ugye erre lenne mondjuk egy olyan racionálisnak tűnő válasz, és ehelyett van egy ilyen válaszcsapás, amit nem is értünk, mi főleg kívülállóként végképp nem, hogy miért következett az a válaszcsapás ott abban a helyzetben. Nem az a baj, hogy mi mindannyian sérültek vagyunk, hát emberek vagyunk. Hanem az a baj, hogy ezt nem tudjuk elfogadni. Az egyik döbbenetes dolog, hogy az emberek elkezdenek rájönni, hogy képtelenek a saját érzéseikhez kapcsolódni. Nem tudom megmondani, hogy milyen érzés van veled kapcsolatban. Nem tudom, hogy hatsz rám. Mert először ahhoz kapcsolódni kellene a saját érzéseimhez. Volt egy kis jegyzetem, és akkor felírtam, hogy amikor ilyen nyomást érzek a gyomromba, akkor az inkább a félelem, tehát hogy ez ilyen tudod, ez gyomorideg, amikor itt érzek nyomást, az inkább harag, és ezt így elkezdtem magamnak írni. Beülök a közösségekbe, és egy megbeszélésen egyetlen egy kérdés nem hangzik el. Tehát végig lemegy a megbeszélés, egyetlen kérdést nem hallottam. Mindenki elmondja, hogy ő hogy gondolja, mit kellene csinálni, vagy mi a tuti abban a helyzetben, de nem hallom, hogy megkérdezni a másikat, hogy mit tudom, látom rajtad azt, hogy és te mit gondolsz erről. Elmegyünk egy megbeszélésre, és megy a szócséplés, ez a teljesen struktúrálatlan, ilyen nem jutunk semmire. Feltettem a Facebookra egy ilyen kérdést, hogy miért van az, hogy egyre többen és egyre jobban ezt a fajta életképtelen mintát hozzák. Akkor felraktam a Facebookra, és meglepődtem, mert hogy 200 hozzászólás volt, érted? Így jöttek a hozzászólások. Teljesen egyértelmű volt, hogy a legtöbben ugye a szülői nevelésnek a valahogy a megváltozását vették elő. A leggyakrabban előkerülő szó az volt, hogy túlféltés. Világbajnokságot lehetne rendezni a konfliktus kerülésből.